Góder Nikoletta vagyok, a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskola negyedéves hallgatója. Ezen belül is a Művelődés Történeti Tanszéken vagyok doktori hallgató. De én nem történeti képzésen kezdtem az egyetemen, hanem néprajz alapszakot végeztem, és innen mentem tovább történelemre a mesterképzésen, ahol még a kutatási témám a falusi turizmus a két világháború között Magyarországon volt, és ezt a témát vittem részben tovább a doktori képzésre is, azonban az országhatárokat kitágítva, mert nem a belföldi turizmusra irányult a kutatásom, hanem már azt vizsgálom, hogy a külföldi turistákat hogyan próbálták Magyarországra csábítani, milyen képet próbáltak Magyarországról vetíteni a külföld felé. Ugye ez azért is érdekes, ez a korszak, a két világháború közötti időszak, mert ugye volt egy Trianon, 1920 után már új úti célokat kellett kitalálni, új olyan eseményeket, programokat kellett szervezni, amely az idegenforgalomban résztvevőket Magyarországra tudták csábítani. És az is érdekes szerintem, hogy itt a két világháború között már szervezett formában kezdtek ezzel a kérdéssel foglalkozni, és ugye ez is az egyik olyan kérdés, ami érdekel, hogy volt-e valamilyen egységes stratégiája, mint az államnak, a fővárosnak erre vonatkozóan, és ami az látszik, hogy eléggé szerteágazó volt az intézményi rendszer, és ebből is én kiemeltem egy intézményt, Budapest-Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatalát, ami az egész korszakban egy központi szerepet töltött be, ami az idegenforgalmi stratégiák kialakítására vonatkozott, és neki a munkásságán keresztül próbálok ezekre a kérdésekre választ kapni. Ugye, amit meg kell jegyezni, hogy a turizmus történeti szakirodalom Magyarországon nagyon gyér, viszonylag kevesen kutatták még ezt a témát, legalábbis ami ezt a korszakot illeti, ezért is gondolom azt, hogy fontos, hogy hiánypótló lehet a kutatásom. És ugye, hogy mi hozott ide Bécsbe, most egy hónapos ösztöndíjjal vagyok itt a Collegium Hungaricumnak köszönhetően. Korábban a képzésem során soha nem voltam külföldön sem kutatni, sem képzésre, amit nagyon sajnálok, tehát mindenkinek ajánlom, hogy ezt a lehetőséget ne szalassz el, hiszen azon kívül, hogy remek kapcsolatokat is tud építeni, mindemellett ugye fontos a szakirodalmi háttérnek a feldolgozása és a kutatáshoz kapcsolódó forrásanyagnak a feltárása. Én most nagyjából túl vagyok a felén az ösztöndíjnak, tehát az itt töltött időnek. Eddig, amit sikerült kutatnom, voltam az Österreichische Staatsarchivban, itt a Budapesti Osztrák Nagykövetségnek van némi iratanyaga, ami az idegenforgalommal foglalkozik. Ezt 1939-ben hozták vissza Ausztriába ezeket az anyagokat. Ezeket sikerült már feldolgoznom, befutóznom. Ez még várat magára, hogy ez teljes mértékben feldolgozásra kerüljön. Emellett elsősorban azt a szakirodalmi bázist szeretném összegyűjteni, amely ugye Magyarországról nem elérhető számomra. Ugye itt részben gondolok a legfrissebb kutatási eredményekre, ami az általános turisztikai történeti szakirodalmakat illeti, másrészt a korszakban megjelent olyan írások, amik erre vonatkoznak. Ugye az én témám leginkább a turizmus és propaganda, de propaganda ugye a korszakban lényegében marketinget jelentett, ha használhatjuk a mai szavat rá egyáltalán, ugye de korszakban propagandának nevezték, és igazából ez a marketing tevékenység, ami engem érdekel, ami ugye kapcsolatban állt mind a politikával, a diplomáciával is, hiszen, ahogy már említettem, nagyon fontos volt, hogy egy pozitív képet sugározzanak, vagy pozitív képet mutassanak a külföld irányába.
Ami még a szakirodalmat illeti, itt részben ugye Budapest és Bécs kapcsolatát szeretném jobban feltérképezni. Ezzel kapcsolatos szakirodalmakat keresek a bécsi idegenforgalomra, és nem csak a bécsi, hanem az ausztriai idegenforgalomra a két világháború közötti időszakból, és ugye a már említett esetleges marketing kiadványok. Ami még várat magára, és amit a hátralévő időszakban még szeretnék összegyűjteni, azok olyan prospektusok, plakátok, népszerűsítő kiadványok, amik Bécsről és Ausztriáról készültek a korszakban. Ezeket pont tegnap gyűjtöttem össze, és ezeket szeretném majd összehasonlítani a Budapestről készült népszerűsítő kiadványokkal, és megnézni, hogy esetleg milyen elemek vannak, közös elemek, amik esetleg hasonlóak, és mi az, amiben esetleg eltérnek. Ugye ez azért is fontos, mert még a korszakban is sokszor visszatérő problémaként említik, hogy ugye a nyugati turisták, akik Bécsbe érkeznek, azok nem mennek tovább. És ugye ez is volt az egyik cél, hogy Bécsből tovább irányítsák Budapest felé a turistákat, és ezért is létrehoztak egy 1931-ben egy bécsi magyar idegenforgalmi irodát, amit volt a Kartnerstrasszén. Ennek az irodának az anyaga azonban egyenlőre nem tudom, hogy fennmaradt volna-e. Vannak levelezések, amelyek és jelentések az iroda tevékenységéről a Budapest Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatalának az anyagában, ami erre utal, de magának az irodának az anyaga még nem került elő, vagy lehet, hogy nem is maradt fenn. De ugye ezt a kapcsolatot is szeretném nyomon követni. A Collegium Hungaricum nagyon-nagyon jó helyszín ahhoz, hogy ezt a kutatást meg tudjam valósítani. Nagyon kedves volt mindenki, amikor megérkeztem. Ifjabb Bertényi Iván tanár úrtól és Bárány Anzelm igazgató úrtól is nagyon hasznos tanácsokat kaptam arra vonatkozóan, hogy esetleg hol lehetne kutatást folytatni, és minek lehetne esetleg még utána nézni. Ezért mindenkinek csak javasolni tudom, aki teheti, pályázza meg, és jöjjön kutatni Bécsbe.